Sziasztok, drága követőim! Úgy éreztem, hogy a 2021. januárjában feltett videó már azért kicsit idejét múlta, és azóta megint annyi változás és fejlődés történt, hogy jobb, ha csinálok egy újat. Szóval Isten hozott titeket itt az oldalamon, köszönöm szépen a bizalmat tőletek, akkor is, ha ismertek, meg akkor is, hogyha nem. Ha ismertek, akkor is kérek tőletek annyi szabadságot, hogy engedjétek meg, hogy nyitottak legyetek arra, hogy mit láthattok meg belőlem, ami új, és szedjétek le rólam akár a cetliket, hogy én az edző vagyok, az akadályos, a spártanos, a nem tudom én micsoda, ki honnan ismer éppen. Mert olyan gyerekkoromtól kezdve ugye táncos voltam, aztán edző, aztán spártanos, aztán voltam színész, voltam esküvői tánctanár, szóval nagyon sok minden, ezért nem igazán tudtok beskatujázni, de hogy a legtöbben ismertek engem, az az, hogy 14 éve ugye edző vagyok, személyedző, és egy jó, hát most van 2022, 2016, 6 éve ugye akadályedzést tanítok. Ami újdonság lehet számotokra, illetve nem annyira újdonság, mert aki járt hozzám akármilyen edzésre, az nagyon is jól tudja, hogy én közben coacholok, és mentorálok embereket, illetve agymosást tartok, ugye, tehát a gondolatainkat, a nézőpontjainkat, nézőpontokat változtatom, és mindig arra mentem rá, hogy én is fejlődjek, ugye, én is számtalan tanfolyamon és továbbképzésen veszek állandóan részt, mindig monitorozom saját magamat, ugye, és meditációkat találtok az én oldalamon, illetve ugye rengeteg beszélgetést és nézőpontváltó gondolatokat. Úgyhogy attól függően tényleg, hogy te miért kezdtél el engem követni, ha nem ismersz engem, akkor a YouTube-on nagyon sok videó van arról, hogy ki vagyok, mert szerepeltem a Fókusztól kezdve tényleg egy csomó ilyen tévében is, ugye én a nehéz sorsom által kerültem be ezekbe az adásokba, hogy ahhoz képest, hogy mi történt velem, hogy ahhoz képest, hogy milyen nehéz és hányattatott dolgok történtek velem, ahhoz képest most hol vagyok mégis, és hogy lehet az, hogy én nem fetrengek az út szélén mondjuk bedrogozva, hanem hogy itt vagyok. És erről sokat mesélek, találtok interjút a Mental Health Summitról is, szóval ezzel nem húznám most az időt, hanem bánjátok, bár tudom, hogy a hitelességemet és a bizalmat erősítené, mégis arra kérlek titeket, hogy inkább ezt nézzétek, nézzen mindenki egyénileg ennek akár utána. Miért csinálom most ezt a frissítő videót? Azért, hogy tudd, hogy miért követsz, vagy ki is követhetsz, hogyha esetleg neked nem érdekelnek ezek a témák. Van egy ingyenes csoportom, a Kalandor Királynő. Nyugodtan gyertek oda, ez egy nyilvános csoport, ott zajlanak a beszélgetéseim. Általában oda szoktam föltölteni minden hanganyagot tőlem, ajándékokat. Ott szoktam feliratkozást kérni tőletek, a véleményeteket, milyen témák érdekelnek titeket. Én ugye mentoringgal foglalkozom, hogyha nem lenne világos, hogy miköze a belső gyermeknek, a buddhizmusnak, a meditációnak, az Access Barsnak, az Access Consciousnessnek és a Spartan mentalitásnak egymáshoz, akkor egy picit erről szeretnék most beszélni, mert hogy én mentalitás fejlesztéssel foglalkozom, az van legfelül. Azon belül van ugye a belső gyermek, spártai mentalitás és még egyéb online programjaim, amiket itt láttok, hogy futnak, vagy futni fognak, és az eszközeim, az az Access Bars, illetve az Access Consciousnessnek az a kérdésben létezés, amikor levesszük a szemüvegeket, a nézőpontjainkat, hátra lépünk a saját életünktől, és meg tudjuk nézni, hogy wow, mi minden lehetséges még itt. A buddhizmus, ahol a meditációt használom, a légzésfigyelést, ott is ugye ezeket az építő jellegű gondolatokat építem be a módszerembe, illetve a programjaimba, amit onnan aktuálisnak érzek, és a BARS, amit most ugye tartok én is BARS tanfolyamot, ahol megtanítalak téged arra, hogy te hogyan tudsz ilyen 32 életterületet érintő fejkezelést csinálni, illetve hogy tapasztald meg te, hogy rajtad ez milyen érzés. Arról is találsz videót tőlem, hogy mi az Access Bars, most azt se keverném ide be, hogy milyen hatásokat ér el, de ugye megváltoztatja a gondolataidat, és kiüti
olyan, mint a kitörölni a fejedből a zavaró beültetéseket, az ilyen fix nézőpontokat, amit te befixeltél, hogy nem lehet ezt, nem szabad ezt, nincs pénzem, nem vagyok jó, stb. Ezeket olyan, mint egy kiütni, és így ezt a monkey mindot, ezt a agymaszturbációt, amikor így kattogunk és állandóan agyalunk, és kontrollálunk, ezt így kisimítja, és azt érzed, hogy nincs stressz, hogy minden olyan egységben vagy, hogy minden oké veled, és hogy hú, mindenre képes vagy. Ezt csinálja egy BARS kezelés, és ugye meg tudod tanulni ezt a kezelést tőlem, és ezek a módszereim, a BARS, a kérdésben létezés, és a buddhizmus. És akkor ugye, hogy mi köze van mégis a belső gyermeknek, meg a spártai mentalitásnak, nagyon sokszor ugye gyerekkorunkban akadnak el nálunk dolgok, gyerekkorunkban csípődnek be ide ilyen kis gondolatok, hogy úristen, valamit félreértünk, valamit nem úgy látunk a szüleinktől, vagy mondanak nekünk valamit, amit szívünkre veszünk, vagy csak egyszerűen ők veszekszenek, és ezt még tovább gondoljuk, hogy biztos az én hibám, stb. És akárhányszor tanítok egy sportolót, sokszor találkozunk azzal, hogy nem azzal van a probléma, hogy ő nem elég erős, nem elég jó a stratégiája, a felkészültsége, a futása, a technikája, hanem a mentalitása. És a mentalitásánál is, a legtöbbször, amikor ásni kezdünk, kiukadunk oda, hogy ő neki valamit gyerekkorban történt, ami miatt a mostani felnőtt énje, aki feldolgozta azt a történetet, blokkolódik, és egy bizonyos becsípődésen fix nézőponton nem tud tovább menni. És ezért van nálam ilyen különbözőnek tűnő, de egymáshoz mégis nagyon passzoló program, mert nagyon sokszor a sportolóknál és a belső gyermeknél lyukadunk ki, és azzal kell elkezdeni a löketet, hogy neked a spártanon ez akadály mondjuk sikerüljön. És akkor még van a különböző kis fűszerek, meg kis gondolatok, amiken, meg hozzáállások, meg alternatív technikák, amivel ugye meg lehet ezt tolni. Szóval remélem, hogy így már tökre tiszta, hogy valójában mi köze van mindenhez, mindennek mégis mindenhez, de nálam is sok idő volt, még ez így összeállt, hogy de hát ez összefügg. És mentalitásfejlesztéssel foglalkozom, tudsz hozzám jönni ugye BARS tanfolyamra, BARS kezelésre, valamint ilyen 1:1 mentoringra, amikor csak veled foglalkozom, legyen szó ugye sportolói mentalitásról, az életben, a pénzügyeidben, vagy bármi ilyesmiben való elakadásod, valamint vannak ilyen kis egy alkalmas programjaim, mint a tematikus deep work, ahol a mozgást is belevesszük, a mindsetet, és utána ugye naplózással ki is írjuk magunkból, illetve a belső erőd útja, ami egy havi 10.000 forintos program, ahol hanganyagokat, meditációkat, az is tematikus, tehát hanganyagokat, meditációkat, különböző ajándékokat, és meglepetéseket, és energiahúzásokat, és nagyon sok mindent, tényleg egy egész videótárnyi edzést, mindent is kapsz, és havonta tematikusan változik ott is a téma. És ezen kívül pedig szoktam azért spártai workshopokat tartani, meg spártai edzést. Ezen az oldalon rakom ki mindig az eseményeket, tehát ott meg tudod nézni és tudod követni. Az ilyen ingyenes beszélgetések, meg kis előadások, amik szintén nézőpontváltó beszélgetések különböző előadókkal, vagy pedig én csinálok ilyen beszélgetést magammal, és én beszélek, ezeket pedig a Kalandor Királynő nyilvános csoportban tudod megnézni, és a weboldalam is a www.kalandorkirálynő.com, és a hello@kalandorkirálynő.com-ra tudsz nekem e-mailt írni, ha bármi kérdésed van, vagy elakadsz, vagy ilyesmi, illetve ezen az oldalon is el tudsz engem érni. És hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, akárhonnan is ismersz. Én nagyon színes egyéniség vagyok, és nagyon-nagyon gyorsan változok és fejlődök, és ezért van az, hogy nehezen köteleződök el egy dologhoz, hogy én vagyok az edző, mert hogy én ezzel nem tudok azonosulni, én nem vagyok ilyen típus. Én élvezek egy dolgot, amíg azt igaznak érzem, élvezek egy dolgot, amíg az nekem működik, és utána nyitott vagyok rá, és választok mást, és hajlandó vagyok magamból többet választani, és ezt kívánom neked is.
Köszönöm, hogy itt vagy az oldalamon, köszönöm, hogy olvasod a blogomat akár, és hogy akár megosztod az oldalamat, illetve ide hívsz olyanokat, akiknek ez építő jellegű lehet és ajándék. És nagyon szépen köszönöm, hogy követsz, és hogy itt vagy. Remélem, hogy itt is maradsz ezek után, hogy így elmondtam, hogy mi is a szolgáltatásom, és mi is az, amit én itt csinálok, mi a vízióm. És hát akkor szeretettel köszöntelek itt, és csodálatos szörfölést, és nagyon szépen, tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, mert én miattatok lehetek az, aki vagyok. Szia!